Régi terve volt a mozgáskorlátozottak Sárospataki-Zemplén térségi egyesületének, hogy a tagok számára ingyenes terápiás szobát alakítsanak ki. Néhány eszközük meg is volt, de sokáig kis irodában működtek, helyet nem tudtak biztosítani hozzá. A Sátoraljaújhelyi önkormányzattal nemrégiben hosszú távú bérleti szerződést kötöttek a Kossuth tér 14 szám alatti helyiségre, így lett a terápiás szobának hely. Berendezésben segített nekünk a Máltai Szeretetszolgálat, a terápiás szoba megvalósításában pedig segített nekünk a Rotary Klub, amit nagyon-nagyon köszönünk nekik, és már igazából volt nekünk egy magneterkészülékünk, meg egy bemerkészülékünk, ami a régi, még a előző irodában már működött, meg a bemert azt kölcsön is adtuk. Most ez megszűnik, a kölcsönadás, hanem inkább csináltunk egy terápiás szobát, és a Rotarytól kaptunk egy masszázsfotelt, két bioktronlámpát, úgyhogy most már 5 készülékkel fogadjuk a sorsolástársainkat természetesen ingyenesen. A szoba legdrágább eszköze a több mint 300 ezer forintos masszázsfotel, amely emberi kézhez hasonlóan masszírozza át a testet különböző fokozatban. A megvásárlását a Rotary Klub Sátoraljaújhely támogatta, akik maguk is egy District Grant pályázatból nyerték hozzá a felajánlott összeg felét. A Rotaryn belül van egy grant pályázat, egyrészt van egy global grant, ami határon átnyúló pályázat, de van District Grantünk is. Ez országon belül megvalósuló projekteket támogat. Úgy gondolta a helyi klub, hogy megpályázzuk ezt az országos pályázatot, és a terápiás szobába eszközöket szerettünk volna venni a mozgáskorlátozottak egyesületének. A klub pedig megszavazta, hogy az 50%-on részt mellé tesszük. Ezzel a támogatási formában minden évben él a klub, általában fiatal tehetségeket segítenek vele. A klubunk minden éven pályázik egy ilyen district grantra, korábban a fiatalokat az ösztöndíjakkal támogattuk, az idén pedig úgy gondoltuk, hogy erre a generációra tekintünk rá, és bízunk benne, hogy ez a közös terápiás szoba megnyitása nem az utolsó együttműködési pontunk, hanem ezt a fejlesztést tovább fogjuk folytatni. A terápiás szoba a Sátoraljaújhelyi irodában ügyfélfogadási időben kedden és csütörtökön 8-tól délig használható. Előzetes bejelentkezéssel az egyesület elérhetőségén lehet ingyenesen igénybe venni a szolgáltatást.